Hiába került nyilvánosságra Borkai Zsolt és társai Adriai hajó útjáról készült felvétel, a szexbotrány ellenére az egykori olimpikon megnyerte az önkormányzati választást. Az elkövetkezendő 5 évben Győrváros polgármestereként fogok tevékenykedni. Nem így lett. 3 nappal később mégis bejelentette a lemondását. Rákosfalvi Zoltán ügyvéd, aki szintén ott volt a hajón, a hvg.hu szerint rendőrségi vallomásában azt mondta, az önkormányzati választások eredményének befolyásolása lehetett a célja annak, aki az ördög ügyvédje álnév mögé bújva nyilvánosságra hozta a felvételeket. A blog egy amerikai szerveren futott. A fővárosi főügyészség vezetője Ibolya Tibor az amerikai hatóságokhoz fordult jogsegélyért, hogy kiderüljön, ki állhat az akció mögött. Azt szerették volna megtudni, hogy kik azok, akik korábban 10 millió forintra zsarolták az érintetteket, azt ígérve, hogy ha megkapják a pénzt, nem hozzák nyilvánosságra a felvételeket. A 24.hu a főügyész birtokukba került level alapján azt írta, a dokumentumban Ibolya Tibor hangsúlyozta, hogy nem politikai, hanem köztörvényes ügyben kéri a hatóságok segítségét, és azt is írta, az ügy nem függ össze politikai bűncselekménnyel. Ceglédi Csaba, a DK szombathelyi politikusa szerint viszont mindenki tudta, hogy politikai ügyről van szó. A fővárosi főügyészség kivételével az egész ország tisztában volt azzal 19 őszén, hogy a Borkai ügynek politikai vonatkozása van, illetve hogy az ördög ügyvédje az leleplezni akarja a Borkaiékat, és nem megzsarolni. Ceglédi Csabát áprilisban hallgatták ki gyanúsítottként az ügyben. Az ügyészség szerint ugyanis az ő hitelkártyájáról fizették azt a Facebookos hirdetést, amely az ördög ügyvédje blogján belinkelt kompromittáló felvitelekhez vezetett. Ceglédi Csaba ugyanakkor tagadja, hogy köze lenne az ügyhöz. Büszke lennék rá, hogyha én finanszíroztam volna az ördög ügyvédjét, de idegen túlakkal nem szeretek ékeskedni. A fővárosi főügyészség ma kérdésünkre azt közölte, nem politikai, hanem kizárólag a köztörvényes zsarolási ügyben kérték az amerikai hatóságok segítségét, de jelezték, egy politikus is érintettje az ügynek. Az ügyben a nyomozás köztörvényes bűncselekmények, úgy mint zsarolás büntette, valamint személyes adattal, illetve különleges személyes adattal visszaélés vétsége miatt folyik. A fővárosi főügyészség jogsegélykérelme az egyik sértett polgármesteri minőségét a leírt tényállásban feltüntette. Az ügyészség azt is közölte, az Egyesült Államok mellett még Svájcból kértek segítséget az ügy felderítéséhez.